Hello, ez itt a második komment videóm, amit most a héten posztolt a nemek közötti egyenjogúság kérdését feszegető videómra érkezett kommentekre reakcióként készítek. Ugye ez volt az a videó, ami az elhíresült Ákosi mondatokat vette gorcső alá, és amelyben azt próbáltam meg elemezni, hogy ezek a mondatok miért károsak és miért helyes, hogyha ezekkel szemben az ellenvéleményünknek hangot adunk. Nagyon fontos fejlemény, azóta ez a vita erősen kisiklott a jobboldali médiumok és a kormánypártok hathatós munkájának köszönhetően. Tehát még korábban ugye arról volt szó, amiket Ákos mondott nevezetesen, hogy a nőknek nem az a dolga, hogy egyenlő munkáért, egyenlő pénzt kapjanak a férfiakkal összevetésben. Tehát amíg erről szólt az eredeti kérdés és az eredeti vita, addig mostanra már arról szól az egész vita, amit a említett jobboldali médiumok és a kormánypárt állítanak. Mi szerint, hogy akik kritizálják Ákost, és akik kritizálják az Ákos által elmondottakat, azok valójában a családot kritizálják, a gyermekvállaláson röhögnek, és úgy általában a keresztény, konzervatív emberképet vagy identitást tették meg gúnytárgyává, amiről egyáltalán nem volt szó. Ha megnézzétek a videómat, én magam sem beszéltem erről, sőt, pont arról beszéltem a videónak a legvégén, hogy az mindenkinek a szabad választása legyen. Hogyha akar gyermeket vállalni, akkor vállaljon gyereket is. Legyen mondjuk olyan állami segítségnyújtás ehhez, ami segíti azt, ami támogatja azt, hogy az emberek egyébként minél kevesebb lemondás és minél kevesebb áldozatvállalás árán tudjanak gyermeket vállalni. De hogy aki még nem akar gyermeket vállalni, azt ez ugyanúgy megtehesse szégyenérzet és megbélyegzettség nélkül. És azért fontos erről beszélni most szerintem, mert hogy bár régen nem, már régen nem az eredeti vitáról van szó, régen nem az eredeti állításait cáfoljuk Ákosnak, hanem mondom, ebbe az átkeretezett vitatérbe került át ez az egész disputa, ami azért történhetett meg egyébként, mert nyilvánvaló, hogy az eredeti mondatait Ákosnak nem tudta volna védeni a kormány és a jobboldali médiumok sem. Ezért kellett átkeretezni az egész vitát, hogy most valami teljesen álkérdésről lehessen vitázni, ami nem volt része az eredeti vitának, viszont ez az álkérdés most alkalmas arra, hogy lehessen hőzöngeni, lehessen ellentámadásba lendülni, és gyakorlatilag el lehessen masszatolni ezt az egész kérdéskört, és véletlenül is arról lehessen beszélni, amiről eredetileg szó volt, nevezetesen a nemek közötti egyenjogúságnak a kérdéséről. És volt egy komment, amit ebből a szempontból nagyon kifejezőnek találtam, és egy tök moderált, normális komment volt, ezért is akarom ide idézni, hogy hát, ha esetleg aki írta, az meg is nézi ezt a komment videót, és esetleg reagál majd erre. Csili Csók volt az, aki ezt a kommentet küldte, azt mondja, hogy nagyon szeretem a műsoraidat, köszi, de ez most kisarkítás. Nagyon fontos egyébként, ezt mondanám másoknak is, hogy én nagyon élvezem azt, amikor nem értetek egyet velem, és még jobban élvezem azt, amikor egyébként mindezt hőzöngés nélkül, obszcenitás nélkül, és ilyen tök racionálisan, tök higgadtan és egyébként észérvekkel megtámogatva vezetitek elő, mert ez nagyon nagy segítség. Nagyon nagy segítség újra gondolni a saját álláspontomat, szembesülni az esetleges ellentmondásaimmal, és hát egyébként erről szól az egész csatorna, ezért csináltam, hogy azt mondtam még a legelején, hogy lehessen vitatkozni egymással, és jobban megérteni egymást meg ezen keresztül a világot. Tehát úgy folytatódik a komment, hogy nem azt mondta Ákos, hogy nem kell a nőnek ugyanannyit keresni, ugyanannyi munkával, hanem a nő ne a pénzkeresésbe fektesse az energiát. Itt vagy tévedésbe, Csili Csók, a videónak a 48. másodpercében nagyjából idézem azt az eredeti Ákosi mondatot, ami pont erről szól. Sajnos, hogy erről szólt az eredeti Ákosi mondat. Konkrétan ezt mondja, hogy a nőnek nem az a dolga, hogy ugyanannyit keressen, mint amint a férfi. Lehet azt mondani, hogy ő nem így gondolta, lehet azt mondani, hogy ő más szavakat használva jobban ki tudta volna fejezni saját magát. Tehát egyrészt az van, hogy ezt mondta, sajnos, a másik pedig az, hogy ő azóta nem korrigálta magát. Tehát egyébként, hogyha a részéről lett volna valamilyen korrekció, amiben átkeretezi, értelmezi, adott esetben egyébként bocsánatot kér a mondataiért, az eredeti mondataiért, akkor lehetne miről beszélni, de ez nem történt meg az Ákos részéről, tehát lehet, hogy te nem így értelmezed Ákos mondatait, ahogyan én azt leírom, meg ahogyan ő azt szánta, de ettől ez az értelmezés, ez még valós, ez nem kiforgatása Ákos mondatának, hanem ez az, amit az Ákos mondata eredetileg jelent. Te erről gondolhatsz többet, te erről gondolhatsz mást, de az a te gondolatod, és az nem az Ákosnak az eredeti mondani valója, sajnos.
Úgy folytatod a kommentedet, hogy lehet választani gyerek vagy karrier, a kettő együtt olyan, mintha olimpiai bajnok akarnék lenni 2016-ban úszásban és súlyemelésben. Ha egy nő 1-2-3-4 gyerek nevelése mellett ugyanannyi pénzt akar keresni, mint egy hasonló beosztású férfi, az azt jelenti, hogy időben és prioritásban a munka, és nem a gyereke áll az első helyen. Ezekből a gyerekekből lesznek az érzelmileg elhanyagolt csavargó kölykök, mert anya épp nem ér rá. Ha sarkítunk, akkor a gyereknek is legyen joga dolgozni? Ugyannyi pénzt keres, mint egy felnőttnek, nem? Írta egy nő. Most szerintem ez a probléma igazából. Ez a problémának a lényege, hogy ma nagyon sokan gondolják azt, hogy míg a férfi számára alapvetés az, hogy foglalkozhat a karrierével, dedikálhatja a saját életét a szakmai életútjának a fejlesztésére, addig egy nő esetében kimondva is, és kimondatlan, aztán még inkább egy nagyon erőteljes nyomás az, hogy vagy karrier, vagy gyerek. És hogy inkább a gyerek egyébként, mint a karrier. Ez egy olyan értékválasztás, amivel folyamatosan szembesülni kell a nőknek, és ami igazából azt lehetetleníti el, hogy szégyenérzet és rossz érzés nélkül tudjanak olyan döntést hozni, amit ők a saját maguk ismeretében, a saját maguk igényeinek a felismerésében és a megismerésének a tükrében hoznának meg, szabadon, mindenfajta külső nyomástól függetlenül. A férfiak sokkal könnyebben hozhattak meg ilyen döntéseket, külső nyomástól függetlenül. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan világban lenne jó élni, nekem férfiként is, de azt gondolom, hogy főként a nőknek, ahol nem vagy-vagy kérdés lenne a gyermek és a karrier, és ahol nem az lenne az elsődleges értékmérője a nőnek, hogy sikerült elköteleznie magát amellett az értékrend mellett, hogy kiteljesedjen a gyerekben, hanem hogyha a nő csak azért vállalna a gyereket, mert nekik maguknak ez fontos. Mert nekik maguknak ez fontos, nekik maguknak ez felismert igényük, és ez lenne kellőképpen segítségük a partnerüktől, aki lehet férfi, lehet vagy éppenséggel nő, vagy transznemű, vagy bármi más, vagy pedig maga az állam, ami ugyebár leginkább tudná segíteni. Erőségeket lehetne hosszan beszélni, hogy hogyan segíti, vagy hogyan nem segíti az állam a gyermekvállalást, mert ebben nem menjünk bele, mert ez egy hosszabb téma lenne, és nem akartam hosszúra nyújtani ezt a videót, én csak arról akartam igazából beszélni, hogy az a vita, amiről én eredetileg, tehát az a vita, amiről eredetileg szó volt, és amiatt én készítettem eredetileg a videómat, az arról szólt, hogy a férfiak és a nők közötti egyenjogúság az valósuljon meg, és ne tegyünk különbséget a fizetésükben, és ne tegyünk különbséget a nekik rendelt elvárásokban sem. Tehát ami egy férfinak a lehetőségében áll, hogy szabadon döntsön a saját sorsáról, a saját életének az alakulásáról, az a jog az ugyanúgy, és az a lehetőség ugyanúgy illesse meg a nőket is. Erről szólt a vita, és nem többről, nem volt szó a keresztényekkel szembeni gúnyról, nem volt szó a gyermeket vállalókkal szembeni megvetésről, kivetni meg a gyermeket vállalókat, micsoda torz és gond, ne is beszéljük erről, ez tényleg ez egyszerűen agymenés, tehát erről mind nem volt szó, ez a vita, ez teljesen máshoz szólt, és éppen ezért kérlek titeket, hogy ne felejtsétek el, és ne engedjetek annak a nyomásnak, amit még egyszer meg akarom ismételni, jobboldali médiumok és a kormánypárt követett el, vigyük vissza a vitát abba az eredeti keretbe, amiről szó volt, és arról beszéljünk, amiről valójában beszélnünk kell, és amit már sokszor elmondtam. Szándékosan nem beszéltem most az egész T-komos és kormányzati kavarásról, lehet, hogy arról esetleg készítek egy külön videót, de ebben most nem vagyok egészen biztos. Azt most egy teljesen más témának tartanám, és most igazából csak annyit szerettem volna csinálni, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy ez a vita, ez átkereteződött, és ezt az átkereteződést nekünk nem kellene hagynunk. Úgyhogy ennyi, várom a kommentjéteket erre a videóra is. Csili Csóknak nagyon köszönöm a kommentjét még egyszer. Most mondom, hogy ha úgy gondolod, hogy szívesen vitába szállnál továbbra is az általam elmondottakkal, akkor azt nagy örömmel veszem, és akkor megyek személy is reagálni rá, de lehet, hogy ezúttal már csak írásban. Oké, élvezzétek a hétvégét, hamarosan jövök majd egy rendes adásos videóval is. Ciao.